Mulatságot rendez a Beled Jövőért Egyesület és a Beledi Művelődési Központ március 25-én szombaton a Bartodejszki kastélyban. Fellépnek Császár Sándor operetténekes és a Diamant Géniusz táncosai. A mulatság fővédnöke Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. Németni Erdős Ivetta, a Beled Jövőért Egyesület elnöke, és Horváth Stipkovics Vivien művelődés szervező elmondták, szeretnék, ha a patinás épület helyszínt adna a város kulturális és szórakoztató rendezvényeinek. Hát mindenképpen szerettünk volna egy zenés táncos bált szervezni, így február-március havában, de láttuk, hogy az új művelődés szervező már teleírta a naptárt, hétvégeként mindenféle bál és nőnapi és hasonló eseményen, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor köstünk valami kompromisszumot, mert az nem jó senkinek, hogyha rászervezünk a másiknak a rendezvényére, és akkor megkerestem a Vivient, hogy mi nagyon szeretnénk egy bált, csak én nekem a helyszín az mindenképpen a kastély. Úgy gondoltam, ha már egyszer itt van nekünk ez a gyönyörű kastély, használjuk ki. Milyen munkát kellett elvégezni ahhoz, hogy egyáltalán bált meg lehessen szervezni itt az épületen belül? Hát már több hete folynak a takarítások, és ehhez külön köszönjük az önkormányzat segítséget, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az embereit. Mikor kapcsolódott ebbe bele a művelődési központ? Tehát a kapcsolat hogy jött létre? Hát teljesen a legeslegelétől igazából, mert az Ivetta megkeresett engem, hogy a Beled Jövőért Egyesület egy ilyen bált talált ki, és hogy keressünk egy időpontot, és úgy voltam vele, hogy márciusban igazából Beledben úgyis rengeteg nőnapi bál lesz, ezért az egyik márciusi időpontot, ezt a március 25-ét átadtam, úgy mond, hogy akkor szervezzük meg akkor ezt itt közösen, és igazából a leges legelejétől kezdve, tehát a címválasztástól kezdve az, hogy egy éjszaka a kastélyban, onnantól kezdve mindent próbáltunk együtt csinálni, és együtt is csináltuk, és én ezt egy nagyon fantasztikus ötletnek tartottam, hogy végre egy kicsit más helyszínen, hiszen azért január-februárban rengeteg program volt bent nálunk a művelődési házba, és ez egy nagyon jó ötlet, hogy ide átjöhetünk és átjöttünk. Egy éjszaka a kastélyban, ez a cím ennek a bálnak, ennek a rendezvénynek. Hát mi a menetrendje, mire készülnek azok, akik március 25-én este el szeretnének ide jönni? Hát itt nagyon szeretnénk, ha egy kicsit a múlt és a jelen keveredne egymással. Szeretnénk valahogy visszahozni a régi emlékeket, úgyhogy erről majd a kastélynak a karmestere fog gondoskodni a kellő hangulatról. Igen, illetve jön hozzánk egy fantasztikus operett énekes, méghozzá Császár Sándor, illetve Asszony Farsangkor jött az ötlet, ugyanis a Diamant Géniusz táncosai voltak nálunk, hogy az Ivettának nagyon-nagyon megtetszett a lányoknak az egyik száma, amit most nem fogok elárulni, majd esetleg utána, és akkor felkérte őket, hogy ők is táncoljanak ezen a rendezvényen. Ahogy bejövünk a kastélyba, ott lesz egy kis fogadás, egy kis welcome drink, majd egy kicsit bejebb jövve még itt lesz a tánctér, a folyosón úgymond. Ez egy nagyon-nagyon szép nagy tér, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy itt ennek a helyszíne kell, hogy legyen, illetve két termünk is rendelkezésre áll, ahol majd a vacsorát fogjuk felszolgálni. Hogyan lehet a jegyekhez hozzájutni? Március 20-áig, majd a helyi újságban megjelenik a telefonszám, ahol lehet jegyet foglalni és asztalt foglalni. Nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.